Üdvözlöm Önöket a heti tévé híradóját látják! Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter és Hollik István kormány szóvivő a kormányinfó ismertette a kormány legutóbbi döntéseit, valamint többek között a heti tévé kérdéseire is válaszolt. A heti tévé kérdésére a miniszter elmondta, hogy minden történelmi egyházzal kötött megállapodást a kormány a Vatikáni szerződés és annak kibővítése kapcsán. Hozzátette, pont az első Orbán kormány volt az, amelyik 1998-tól kezdve a protestáns egyházakkal és a zsidó felekezetekkel kötött megállapodást. Gulyás Gergely osztotta a mazsi hiszelnökének álláspontját, hogy a ketejük között lezajlott négy szemközti tárgyalásról nem kívánják tájékoztatni a közvéleményt. A heti tévék kíváncsi volt arra, hogy mit tesz a magyar kormány annak érdekében, hogy veszélyes egyének, terrorista gyanús emberek ne tudjanak a magyar határon átjutni. A miniszter leszögezte, ahogy eddig, úgy ezután is a belügyminisztérium, a honvédség és a titkos szolgálatok azon dolgoznak, hogy terrorgyanúval megvádolt, elítélt személyek, olyanok, akik bármilyen nyilvántartásban, mint radikalizálódott szerepelnek, ne léphessenek be az ország területére. A kancellária miniszter elmondta, az izraeli választások és a kormányalakítás kapcsán Magyarország államokkal tart fenn viszonyt, de persze a sokat segít, ha az mindezt a vezetők közti személyes jó viszony is segíti. A magyar kormány mindenkivel, így izrael is baráti kapcsolatra törekszik, ezt egyébként az elmúlt évek európai változásai is segíti. A salgó utcai zsidó temető annak világörökségi címre történő pályázás kapcsán Gulyás Gergely saját véleményt ismertetve megjegyezte, ő maga nem tekinti olyan jelentősnek a világörökségi címet, mint ahogyan arra divat tekinteni. Ugyanakkor a Salgótarján utcai zsidó temető felújítása fontos, hiszen ez egy jelentős emlék a világ egyik legszebb zsidó temetője. Most készülnek a felmérések, hogy mennyibe kerül a temető teljes rekonstrukciója. A miniszter szerint irdatlan nagy összegről lehet szó, de egy több éves program keretében érdemes akár a teljes rekonstrukcióról dönteni. Szintén kérdésre válaszolva a kancellária miniszter elmondta, sikeres szakmai tárgyalások előzték meg a magyar és amerikai kormány közti megállapodást, amelyik a vízummentességet garantálja. Az aluljárók készakai bezárásával kapcsolatban a heti tévének azt mondta el a miniszter, hogy csak azon aluljárók bezárása történik meg, amelyek felett zebra van. A kormányinfón a miniszter ismertette a szerdai kormányulésen elhangzottakat is. Foglalkoztak az új olasz kormány megalakulásával történt számtalan fejleményel, melyek Európában is érezhetőek. Ulyás Gergely szerint bárhol Európában, ahol baloldali kormány kerül hatalomra, egy bevándorláspárti politika veszi kezdetét, most is az olaszok megnyitották a kikötőket, ez meghívó a migránsoknak. A politikus úgy vélte, a távozó Európai Bizottság egy utolsó küzdelmet indított annak érdekében, hogy a kvota szerinti elosztás újra napirendre kerüljön, mindeközben a Schengeni szabályokat betartó magyar kormány nem kapja meg a határvédelemhez kért uniós hozzájárulást, tette hozzá. A kancellária miniszter megerősítette, a kormány álláspontja világos, nem kívánnak részt venni kóta szerinti elosztásban, de szívesen részt vesznek kóta szerinti kiszállításban, emelte ki A politikus elmondta, nyilvánvaló, hogy amikor a kötelező kvóta napirendre kerül, akkor megerősödnek a Magyarország elleni támadások, de a támadások ellenére hazánk nem megnyitja, hanem megvédi a határokat. Az iskola kezdésről, az oktatás helyzetéről is tárgyalt a kormány. Gulyás Gergely megjegyezte, számtalan területen előre kell lépni az oktatás területén. A 2020-as költségvetés alapján 645 milliárd forinttal többet fordít oktatásra az állam, mint 2010-ben, ismertette a miniszter. Olyan támogatások vannak most, mint például a több mint 1 millió diák ingyen tankönyv a jövő évben 14 milliárd forintra nő az ingyenes tankönyv programra fordított kormányzati támogatás. Külföld. Magyarország elkötelezett a nukleáris energia békés használata mellett, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban a Nemzetközi Atomcsend rendezett konferencián. Hozzátette, az ország fenntartja magának azt a jogot, hogy nemzeti energia összetételét maga határozza meg, és azt a jogot is, hogy olcsón, tisztán és biztonságosan termelje meg az energiát, amelyet felhasznál. Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország az elmúlt évtizedekben nagy szerepet tulajdonított a nukleáris energia használatának, és így lesz ez a jövőben is, mivel a magyar gazdaság versenyképességének egyik fontos feltételéről van szó. Az energiakereslet több mint 40%-át Magyarország ma ilyen forrásból elégíti ki. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a békés célú felhasználás mellett ugyanakkor Magyarország is minden lehetséges módszerrel és eszközzel ellenzi a nukleáris fegyverek tesztelését világszerte, és teljes mértékben támogatja az erről szóló nemzetközi egyezményt, az átfogó atomcsend szerződést. Ezért is vállalta fel Budapest 2013 és 2015 között a szerződés végrehajtásának koordinálását. Úgy gondoljuk, a világ sokkal nyugodtabb és békésebb hely lenne, illetve lehetne, ha végre sikerülne a nemzetközi jog eszközeivel is betiltani a nukleáris fegyverek tesztelését, mondta a miniszter. 86 éves korában meghalt Jacques Chirac egykori francia államfő, aki 1995 és 2007 között volt a francia köztársaság elnöke, jelentette a család tájékoztatására hivatkozva az AFP francia hírügynökség. Hosszú politikai karrierje alatt a konzervatív Zsák többször volt miniszter, két alkalommal miniszterelnök, 12 éven át pedig államfő. A külpolitika területén a független francia diplomácia megvalósítására törekedett különösebb tekintettel a Washingtonhoz fűződő viszonyban. Nemzetközileg legemlékezetesebb külpolitikai lépése az Egyesült Államok vezette iraki invázió határozott ellenzése volt 2003-ban. Az Európai Parlament jogi bizottsága összeférhetetlenséget állapított meg csütörtökön Trócsányi László biztosi pozíciója, valamint a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda állami megrendelései miatt, közölte Szergej Lagodinszki a Júri egyik alelnöke Brüsszelben. A zöld párti német EP képviselő tájékoztatása szerint a szakbizottság 11 tagja az ellen szavazott, hogy az Európai Parlament külügyi bizottsága meghallgassa az Európai Bizottság szomszédság és bővítés politikáért felelős biztosi pozíciójára jelölt magyar politikust. Kilenc képviselő támogatta Trócsányi László meghallgatását. Még mindig nem érkeztek a brit kormánytól olyan javaslatok, amelyek alternatívaként szolgálhatnának az Egyesült Királysággal megkötött, de nem ratifikált kiválási szerződéssel szemben, közölte az Európai Bizottság Brexit ügyi főtárgyalója. Márnyi arról számolt be, hogy továbbra is nyitottak a bénultság főókának számító, írész a megoldás kiváltását célzó, működőképes és jogszerű javaslatok tanulmányozására. A főtárgyaló nem kívánta kommentálni a legfrissebb brit belpolitikai fejleményeket. Diplomáciai források szerint az Egyesült Királyság az utóbbi napokban négy technikai dokumentumot küldött az Európai Bizottságnak, a brüsszeli testület szerint azonban az ezekben felvázolt vámügyi, élelmiszerbiztonsági, piacfelügyeleti és egyéb ötletek nem nyújtanak megfelelő alternatívát. Benjamin Netanyahu miniszterelnök felszólította AVK Mandelblit főügyészt, hogy engedélyezze a jövő héten esedékes korrupciós ügyeivel foglalkozó meghallgatása élőben közvetítését. Három év elfogult részleges szivárogtatások után itt az ideje, hogy a nyilvánosság mindent halljon. Az én oldalamat is teljes körűen és közvetve, közvetítők, cenzúra vagy torzítások nélkül, mondta Netanyahu a közösségi oldalaira feltöltött videó üzenetében. A miniszterelnök a Központi Választási Bizottság üléseinek és Ruven Rimlin elnök politikai pártokkal folytatott konzultációjának, hogy kialakítsa Izrael következő kormányát élőben közvetítését példaként felhozva azt mondta, erre van szükség, a meghallgatásokhoz is. Tudjátok, az átláthatóság lehetővé teszi az igazságot. Jelentette ki, majd elítélte a vele szembeni korrupciós nyomozási anyagok kiszivárogtatását és vizsgálatra szólította felelősök ellen. Nem csak, hogy nincs mit rejteget, nem azt akarom, hogy mindent halljanak, tette hozzá a miniszterelnök. Netanyahu meghallgatására október 2-án és 3-án kerül sor. A 22. Neszek múlt héten megválasztott törvényhozói október 3-án teszik le az esküt. Gazdaság. Az adótudatosság szintje javult Magyarországon, mondta Izár Norbert, a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének konferenciáját megnyitó beszédében. Hozzátette, az adótudatosság fejlesztésének az egyik fontos állomása lehet annak elérése, hogy az érintettek már az adó adóelőlegükből is érvényesítsék a kedvezményeket. Tudatos adózással pénzt lehet spórolni, a lehető legkevesebb adót kell befizetni, hangsúlyozta az államtitkár. Végül a várható időjárásról. Hazánkban ma délelőtt elején napos idő lesz, majd nyugat felől elkezd vastagodni a felhőzet, csapadékra nem kell készülni. Délután a napsütés mellett változóan gomoly felhős időre van kilátás, csapadék nem lesz. A szél közben mérsékel dél lesz, hajnalban 9-14 fok várható, a hőmérséklet csúcsértéke 19-24 fok között alakul, késő este 14-19 fok lesz. Híreinkről bővebben a heti tv.com, illetve a Brayerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!